Üdvözlök mindenkit, Mekrosim vagyok! Jöjjenek a Haszontalan Warframe-ek című videó! Nagyon-nagyon sokszor kapom azt a kérdést tőletek itt Youtube-on vagy Facebookon, hogy melyik Warframe jobb, hogy ezéri meg jobban, azéri éri -e meg jobban, és nagyon sokszor azt a választ adom, hogy az, amelyiket jobbnak érzed, és amit nagyon is úgy gondolok, ha megszereztél egy Warframe-et, soha ne törölt ki azért, hogy helyet adj egy másiknak, tartsd meg mindegyik Warframe-et, ez egy ilyen alapszabály, azt hiszem Warframe-en belül, Warframe-et nem törlünk ki. Ám, de mégis azért, hogy őszinte legyetek, veletek, nekem is megvannak a favoritok, hogy így mondjam, hát nem is favoritok, inkább azok, amelyeket logikusabbnak látok arra, hogy elvigyek bizonyos játékokra, annak ellenére, hogy lenne, meg lehetne az a haszontalan Warframe, is, azt is el lehetne vinni, mert az is tökéletesen helytállna. Tehát a lényeg az, hogy azért mindegyik Warframe helytáll a maga kategóriájában, de mégis azért akadnak bizonyos haszna vehetetlen Warframe-ek, és uh, őket szeretném most nektek megmutatni egy kicsit. Nos, hogy legalábbis, hogy szerintem, tehát ez egy személyes dolog, ez egy szubjektív dolog, és valószínűleg a hatalmas nagy csata fog itt kiindulni az egészen, hogy melyik Warframe használ vehetetlen, mint a másik. Azt kell mondjam, hogy tényleg ez csak rajta múlik, mindenki úgy dönti el, tehát az én játékstílusomra van szabva, hogy én mit fogok gondolni haszna vehetetlennek, de ki tudja, talán segít nektek is eldönteni azt, hogy milyen irányba, vagy melyik Warframe-et választjátok előbb, mint a másikat, de kiemelem, hogy ez azért nagyban függ a ti játékstílusotoktól és Nos, hasna vehetetlen Warframe-ek. Lássuk csak. Az első, amit így kiemelnék, és megpróbálok névsorrendben menni, öm, az az Atlas lesz. Tehát öm, az igazság az, hogy mindenki jobb, mint ez a Warframe őszinte legyek. Tehát gyakorlatilag, amivel jó az Atlasz látványosan pofosz fel embereket, ilyen Buzz Spencer stílusban, az igazság az, hogy másra nem igazán jó. Gyorsan elesik, és az egyes képességen kívül, a pofozásán kívül igazából semmi más hasznosat nem tud csinálni, csak ott tud lenni egy csapatnak, és mutatni, hogy, hogy én vagyok az, és jól pofozni embereket, bár is greeníreket vagy korpuszokat, nagyjából ennyit tud. Tehát számomra az igazság az, hogy az Atlas az a, az a utolsó uh, hasznavehetetlen warframe egyike, és még színezni sem lehet túl jól. Nos, a következő Warframe, amit kiemelnék a hasznavehetetlen uh, kategóriába, a, uh, azt kérem szépen, az a limbo. Tehát nálam a limbo az igazság az, hogy akár buffolták, illetve hát most nörfölték, akár mennyire csinálták ezt meg azzal a szerencsétlen karakterrel a limbo, akkor is egy rohadtul idegesítő warframe maradt. Tehát az, amikor egy limbo betesztélje egy riftbe, vagy bekapcsolja a riftjét, azon kívül, hogy idegesítő színek jelennek meg a képernyődön, azon kívül meg egy hatalmas troll faktor is lehet. Akár mennyire erős lett a limbo, én még mindig nem szeretem használni egyszerűen azért, mert a képességei azok, amelyek. Ettől függetlenül elismerem, hogy nagyon-nagyon-nagyon erős karakter lett, de számomra teljesen haszna egy csapatban, hogy őszinte legyek. Nem is nagyon szeretném vinni. Akkor a következő um, ilyen haszna vehetetlen Warframe, és, és nagyon sajnálom, hogy erre rá kell folyamodjak, hogy azt mondjam, és azon meg. Uh, az a két nerf és a legutóbbi nagy nerf, amit a megkapott, illetve hát nerf, inkább az átalakítás, szóval én, én, inkább nerfnek látom a régi meghez képest, az számomra a meget szinte az esetek 98%-ában a polcra helyezte. A képességei idegesítőek és túl sok fókuszt kívánnak ahhoz, hogy ö, játszunk vele, az az igazság, és ezt azért mondom, mert amikor igen, igen kezd forró lenni a talaj lábad felett, és folyamatosan fókuszálni arra, melyik ellenfélre, hova kapcsolod rá, melyik képességet, mondjuk a kettest itt gondolok, az, az egyszerűen nagyon-nagyon idegesítője vált a meggel, és elveszi a fókuszt arról, hogy te is élvezd a csatát, hogy lőj, hogy damage, stb. Szóval úgy gondolom, hogy a régi öm, meg, miközben a kettes képességével megtisztotta a pályát, és neked csak annyi dolgod volt, hogy utána leszed a megmaradt enemiket, jobban fókuszált a játék élvezetére sem, mint arra, hogy a képességeket folyamatában, folyamatában kapcsolgassuk. Egy képességet elkapcsoltál, kihalt a pálya, maradékot leszetted, és tudtál fókuszálni a célra, az az igazság. Nos, ő lett van a következő, ugye, Használhatatlan vehetetlen Warframe, és szerintem itt, itt, itt lesz egy megint egy újabb nagy kivorulás az Warframe Community, magyar Community részéről. Nekroklim azt mondta, hogy a Mirás egy haszna vehetetlen Warframe. Hát, terve, sajnálom, srácok. Az igazság az, hogy a Mirás um, egyetlen egy helyen nem két helyen volt jó régen, azt mondom a régi Drakón, és ha fegyvert kellett húzni, és um, jó volt még Love Retribution, Raiden, ugye, most már ott se nagyon használják, már vehetetlen lett oda is. Gyakorlatilag a képességének elkapcsolása nagyon lassú, az egyes képessége, ugye, ami Hihetetlenül jó lenne, az pont a lényeget nem akadályozza meg. Mondjuk, ha eltalál egy bombard, annak a robbanásnak a hatósogara, az gyakorlatilag el fog találni. És az ultiára nem lehet számítani, olyan szempontból, hogy gyors. Tehát a random golyók ráadásul 100 plusz szinten a random golyók simán eltalálják is, természetesen a mirázs egy golyótól fekszik, így aztán nálam kérem szépen a mirázs beleesik a haszna vehetetlen egyikébe, annak ellenére, hogy igazából teljesen jól lehet vele játszani, ha nagyon technikás vagy mozgékony a pályán, nagyon jól bírná, de pont amiatt, hogy, hogy igazából az erőssége, a gyengesége mondani, így számomra a haszna vehetetlen közé fog Esni. Na most a következő Warframe, ami ha haszna vehetetlen kategóriába fog esni, az nálam a Néza lesz. Nem a kinézete miatt, hanem inkább azért, mert az egyetlen hasznos képessége a Warding Halo, ugye, ami körbevesz egy pajzsal, annyira gyenge, hogy gyakorlatilag öm, túlélésre haszna vehetetlen Warframe, azt kell, mondjam, csapat szinten sem tud nagyon hozzátenni a, a dolgokhoz, tehát, ú, kit vigyünk, vigyünk egy tehát mit tud felszúrni az enemit egy karóra, és meg se tudja őket ölni. Uh, gyakorlatilag az animációja az Ulti-ának ki- és bekapcsoló animációja van, ami egyszerűen hihetetlenül megszakítja a játék tempódat, tehát felultizod az enemit, és elkezded őket leölni, mármint azokat, amit az ultid nem ölt meg, és utána még, mikor lejár az idője, még csinál egy animációt, és közben hatszor lelőnek, az rettentő módon idegesítő lett. Nos, srácok, hát ennyi, igen, néza, néza az hasznoveltetlen Warframe számomra. A következő ilyen hasznoveltetlen Warframe, hát az Oberont azt most kihagyjuk, mert jön rá egy buff, de a nagyon hasznoveltetlen Warframe-ek közé tartozik nálam, és itt fog kiborulni a Warframe társadalma megint. Oktávia. Hát igen, ő újacska szegényke, és nagyon jól tud táncolni. Több okom is van, miért Amikor megjelent az Oktávia, még nem lehetett a zenéjét Lehalkít, lehalkítani, Egy órán keresztül hallgatni Michael jackson -t. Hát hiába szeretem, de kicsit idegesítő volt 8 bitben ezt hallgatni. Végre le lehetett halkítani a zenéjét, de azt kell mondjam, az ok, amiért azt mondom, hogy Oktávia egy hasznavehetetlen warframe, annak ellenére, hogy mennyire rettentő erős, az az, hogy a képességei idő alapúak. Nem azt mondom, hogy mindegyik ne legyen idő alapú, de egy-két képessége nem kéne idő alapú legyen, és az, hogy a figyelmedet arra kell fordítsd, akkor, amikor ég a talaj lábad alatt, arra kell fordítsd, hogy a képességét be legyenek kapcsolva, hogy, az, hogy a hármas képességére ütemre Googlegas hogy láthatatlan légy, az egyszerűen megint csak azt csinálja, amit a megnél elveszi a figyelmedet a magáról, ami, ami rajta kéne a figyelme, pedig az, hogy a játékon, a célon, az Oktáviának arra kell figyelni, hogy menjenek a képességei, hogy guggolgasson, hogy nehogy elessen, hogyha meglövik, és, 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 kb. ennyi, tehát így nem tud hozzájárulni a játékosnak a, a felének a figyelme, tehát több mint 50% 000, 000, a figyelme azon lesz, hogy oktáviának belegyenek kapcsolva a képessége, nem pedig azon, hogy, hogy ő jön, vagy hogy beletegyen valamit a, a Excavation-nél a, az excavátorba, tehát a, a, valahogy az Octavia amennyire erős, pont annyira használhatatlan azért, mert a figyelmedet túlságosan elviszi e, arra, amire nem kéne e, gyakorlatilag. Nos, majdnem amúgy ebbe a szerepbe tettem volna a Nidust is, de ő még talán belecsúszik ebbe a dologba. A következő haszna vehetetlen Warframe számomra az a Titánia, és nem tudom, valahol úgy érzem, hogy a Titánia magáért beszél, ja, fasznek használja, című kategóriába tartozik, de tényleg, tehát így mire jó, mire, mire vigyem el, Mi, mit csináljak vele, most, hogyha arról van szó, hogy a csapatot kellene kisegíteni, annyira fókuszáltan kell ott dolgozni vele, hogy így, Igazából teljes mértékben megint csak elveszi a fókuszt a játékról. Tehát a Titánia az úgy menj és nézzél ki, jól mutogasd magad, mert jól lehet színezni, című kategóriába esik. Tényleg nagyon jól néz ki az egyik legjobban kinéző warframe de, de igazából tényleg mire jó. Tehát így, így nem tudod mire használni nagyon gyakorlatilag. És egy, ja, a következő, még van, még van, egy és utolsó hasznavehetetlen Warframe. Hát, srácok, az nálam az Zephyr lenne. Lát, lehet, lehet, hogy itt most az ősi Warframe-esek megint csak kiborulnak. Ősi Warframe-es, igen, mint én ma volna a warframe et De ugye a Zephyr az a, azon első egyik Warframe volt, aki, azt kell, hogy mondjam, hogy egy, egy tök jó különleges módon volt erős, és lehetett buffolni, egy jó csapat csapatbuffert. tehát úgy mindenki úgy kétkedve, de mégis szeretve fogadta a Zephért, és játszott vele, mert ki lehetett belőle hozni jót, de nagyon rosszat is, ez az az igazság, és ez nem a modoláson múlott, hanem inkább azon az adott játékosnak a, a játék stílusán, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha bár jónak lehetne mondani az zephirt, mindenki más jobban végzi a dolgát, mint ő. Tehát vannak jobb bufferek, és vannak jobb tankok is. Uh, az az igazság. És uh, mindent, amit csinált régen a Zephyr, mert ugye az elsők egyike volt, mindenütt régen csinált jól az Zephyr, azt szépen lassan a többi 30 Warframe átvette tőle, és itt teljes mértékben egy kis um, haszna vehetetlen Warframe-é vált. Srácok, Ennyi lett volna, ezek lettek volna a haszna vehetetlen warframe -ek. Hát remélem, hogy valamennyire ennyire tudtam segíteni, megint csak kiemelem, hogy a hasznavehetetlen ez egy szubjektív, tehát egy személyes dolog, rám levonatkoztatva az én játékstílusomra. én ezért nem szeretem őket használni, mert az okok, amiket itt felsoroltam. A többi rajtatok áll, te melyiket gondolod a hasznavehetetlen Warframe-nek? Ezt szeretném, hogyha leírnátok a kommentekbe. És ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, látogassatok el a Facebookra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!